lehetőséget ad arra most már tényleg, hogy a kárhelyi kommunikáció megvalósuljon önkéntes és hivatásos tűzoltók között, illetve a riasztás is könnyebbé válik. Ismerteti az új technikai eszköz előnyeit a tűzoltósági felügyelő. Az EDL rádióról azt kell tudni, az egységes digitális rádió távközlő rendszerhez tudnak itt csatlakozni az önkéntes tűzoltó egyesületek, ami ugye a készenléti szervek közti kommunikációt biztosítja. Így válik biztosítottá az önkéntes tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek, illetve a hivatásos tűzoltóságok közti kommunikáció kapcsolat. Tehát az előnyei, hogy a kommunikáció könnyebbé válik. Összesen 18 önkéntes tűzoltó egyesület kapott digitális rádiókat 6 millió forint értékben. Eddig ezek a szervezetek leginkább rádiótelefonon tartották a kapcsolatot. Korábban is nagy szükség volt egy ilyen berendezésre. Olyan felszereléseket kapunk, ami tényleg hiányzik. Tehát ezek a felszerelések nélkül a tevékenység nem lenne ilyen széleskörű. Így most többek között a EDL rádió is, ez egy hatalmas húzás, ez egy nagyon jó húzás azzal, hogy a kontaktust meg tudjuk teremteni bárkivel, aki akármilyen védekezés, akár hóhelyzet, akár belvíz, akármilyen árvíz, vagy bármi van, és akkor a kontaktus megvan, tudjuk mozgósítani az erőinket, és akkor hatékonyabb az egész tevékenység. Az önkéntes egyesületek nem csak a digitális rádiókat kapták ajándékba, de a szervezetek tagjai májusban elvégezhetnek egy ingyenes tanfolyamot, és megtanulhatják az EDR készülékek használatát.